Ebben a gazdaságban szabályosan használják a fúrott kutakat, rendelkeznek minden szükséges engedéllyel. Azonban vannak olyan gazdák, akik illegálisan használnak kutakat öntözéshez vagy állattartáshoz, és a kertesházak tulajdonosai sem minden esetben jelentették be a kútfúrást a kertjükben. Egy törvénymódosítás miatt azonban ezt most büntetés nélkül pótolhatják. A vízjogi szabályozásban valóban 2016. június 4-e előtt, aki engedély nélkül fúrott kutat vagy egyéb vízi létesítményt létesített, ő most lehetőséget kapott arra, hogy 2018 évvégéig legalizálja ezt. Ezt megteheti akár a jegyzőnél, illetve akár a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vízügyi hatóságán. Ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kölcsei utca 12-17 szám alatti épületben ügyfélfogadási időben megteheti, illetve a katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági osztályán, valamint ugye a település jegyzőjénél. Az illegálisan fúrott kutak tulajdonosait korábban 100 ezer és 1 millió forint között büntették, attól függően, hogy évente mennyi vizet használtak. Csak a szankciómentesség arra vonatkozik, hogy önként jelenti be ezt a kutat, és természetesen azokat az eljárási folyamatokat, szakhatósági engedélyeket elő fogják nekiek írni, mintha egyébként, ha valaki ezt legálisan próbálja meg elrendezni. A legalizált kutak tulajdonosai a büntetés elkerülése mellett indulhatnak a vidékfejlesztési program vízgazdálkodási pályázatain, amelyre mintegy 50 milliárd forintnyi Európai Uniós keret áll rendelkezésre.